Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hadseregét mutatta be Hermann Robert történész a Szent István Király Múzeumban szervezett programon. A történész azt a folyamatot ismertette, hogy a fiatal magyar állam megteremtette a saját honvédelmét 1848. április végétől folyamatosan a szabadságharc végéig. Fehérvár tekintetében is nagyon érdekes, hogy ugye a városnak nem volt önálló alakulata, de a városnak a fiai újoncként, önkéntesként ott voltak akár az első 10 honvéd zászlóiban, akár a később felállított alakulatokban, tehát gyakorlatilag ugyanúgy kivették a részüket a honvédelméből, mint azok a törvényhatóságok, amelyek mondjuk saját alakulattal rendelkeztek. Az 1848-as szabadságharc hadserege egy nagyon sokszínű alakulat volt. Többféle alkotóelemből állt. A régi császári királyi sorezredek mellett voltak az újonnan felállított honvéd alakulatok. Ezek között voltak önkéntesek és olyanok is, amik kötelezően lettek felállítva. A külföldi légiók egy része szintén magyarokból állt. Magának a huszárságnak a megszervezése is nagyon érdekes, hogy a császári királyi hadsereg magyar alakulatai mellett voltak frissen felállított ilyen huszárezredek, magában a honvédségnek a tüzérsége is egy kiváló szervezés volt. A székesfehérvári születésű történésznek az eseményen gratulált Pokrovenszky Krisztián főigazgató a Széchenyi díjhoz, melyet a múlt héten vehetett át Hermann Robert.